Száraz eledelek, konzervek, jutalomfalatok és egyéb értékes adományok sorakoztak a Móra iskola udvarán. Már több mint 10 éves hagyományra tekint vissza az esemény az intézményben. Évről évre gyűjtést szerveznek az állatok világnapja alkalmából, az összegyűjtött adományokat pedig a Menedék Állatvédő Alapítvány és a Mancsvár Állatvédő Egyesület kapja, de a Zsejkepusztai Állatmenhelyet is támogatják. Szeretnénk a gyerekeket arra is nevelni, hogy a felelős állattartás milyen fontos, mennyire fontos az állatoknak a szeretete, hisz ők is hozzátartoznak az életünkhöz. A Zsejkepusztai Állatmenhelytől meghívták az iskola diákjait, így személyesen adhatják át az összegyűjtött adományokat. Azok pedig, akik a legnagyobb mennyiséget gyűjtötték, jutalomban részesültek. Az első helyezettek Budapestre mennek a vadászati világkiállításra, de a második helyezettek is győri állatkerti látogatást tesznek, illetve meg elmegyünk a menhelyekre, és személyesen visszük el, amit összegyűjtöttünk. Idén rendhagyó módon emlékeztek meg az állatok világnapjáról az iskolában. Minden osztály egy-egy állatot kapott projekt feladatként, amiről rajzokat készítettek, verseket tanultak, feldíszítették a tantermeket, és ők maguk is jelmezbe bújtak. A diákok igyekeztek a legkreatívabban teljesíteni a projektfeladatot, sőt a témakörnek megfelelően saját verset is írtak. Készítettünk óriás zsiráfot, tudnivalókat a zsiráfokról nyomtattunk, kinyomtattuk a zsiráf neveit többféleképpen is, zsiráfbüfét is készítettünk, és készültünk egy énekkel. Délután az eredményhirdetést követően a felsősök behozhatták házi kedvenceiket. Volt, aki a papagáját, a macskáját vagy épp anyulát hozta el a különleges alkalomra. 6 hónapja született márciusban, és májusban került hozzánk. Ő kislány Cica és Nyafinak hívják, mert kezdett nagyon sokat nyávogott, amikor hozzánk került. Az iskola udvarán gyülekeztek a diákok, a legtöbben kutyáikkal érkeztek. A felelős kis gazdik az akadálypályán is végigfutottak a kedvenceikkel, majd néhányan a szlalomozást is kipróbálták.